Tegnap 235, míg ma 62 befejezett víradás volt Moson-Magyaróváron. Jóval az országos átlag felett nyújtották karjukat segítségre a városban ezúttal is. Igaz, a tavalyi 300-as létszámhoz képest ez néhány fővel alacsonyabb. Aggodalomra azonban semmi ok. Nem a víradói hajlandóság csökkent, hanem négy új helyszínt vontak be a területi víradó mozgalomba a Magyar Vöröskereszt Moson-Magyaróvári területi szervezetének aktivistái. Az első helyszínes vállalatoknál tartott véradó eseményeken a véradó közel fele első véradó volt, és hát nagy valószínűséggel ők ezt ki is nyilvánították ott a helyszínen, hogy ők a jövőben csak ott szeretnének adni. Tehát nagyon reméljük, hogy ezek az új helyszínek nem lesznek negatív hatással a meglévő véradó eseményekre, hanem inkább véradókat nyerünk. A vállalatoknál 50-en, 60-an, sőt a nagyobb cégeknél akár 70-en, 80-an is nyújtották karjukat egy-egy alkalommal. Ez mindenképp pozitív, míg ha a városi víradásokon esetleg csökken is a létszám. Víradóbarát munkahely lett viszont a katasztrófa védelmi kirendeltség. A Moson-Magyaróvári tűzoltóságon 2007 óta szerveznek víradásokat, ezt ismerte most el a Magyar Vöröskereszt. Az elmúlt években egyre népszerűbb lett ez a véradás, évről évre egyre bővült a segítséget nyújtók köre a kirendeltségen. A véradás egy szűrővizsgálat is. Egyrészt a férfiak évente akár 4, míg a nők 3 alkalommal találkoznak orvossal. A levetvért pedig bevizsgálják. Így a laboratóriumban kimutatható a HIV, a hepatitis B, a hepatitis C és a szifilisz fertőzöttség is. Ilyen esetekben viszont egy kontrollvizsgálatra hívják be az érintettet, a vért pedig nem használják fel.